November 22 Felsín Felszín vagy mélység Azért akár estek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek. Korintusi első levél, tizedik fejezet, 31. vers Ne engedd meg magadnak a gondolatot, hogy az élet felszínén lévő dolgokat nem Isten rendelte el azok ugyanúgy Istentől valók, mint a mély dolgok. Nem az Istennek átadott szíved veti meg azt, hogy természetesen éj, hanem az a vágyad, hogy másokban ezt a benyomást keltsd, te nem vagy felszínes. Ez biztos jele szellemi önhítségednek. Vigyázz, nehogy megvetés támadjon benned, mindig erről az oldalról jön, és élő szemrehányásként járja többiek közt, mert ők Természetesebbek, mint te. Őrizkedj attól, hogy mély embernek tüntest fel magad. Isten gyermekként öltött testet. A könnyedség még nem gonoszság, és nem azt bizonyítja, hogy nincs alatta mélység. Az óceánnak is van partja. Az élet felszínén lévő dolgokat is Isten irányítja az evést, ivás sétát és beszélgetéseket. Urunk is benne élt mindebben, de úgy élt bennük, mint Isten fia, és azt mondta: Nem fejjebb való a tanítvány az ő mesterénél. Lukács Evangélium a 6. fejezet, 40. vers. A szükséges külső dolgok védelmű szolgálnak nekünk. A hétköznapi élet természetes, megszokott útjainkkel értelmes módon járnunk. Amikor jönnek a mélyebb tapasztalatok, azokat Isten a felszínesektől külön adja. Nem utasd meg a mélységeket másnak, egyedül Istennek. Olyan nagyon komolyak vagyunk, oly kétségbejtően érdekel a saját jellemünk, hogy nem akarunk az élet mindennapi foglalatosságaiban keresztényként járni. Határozd el, hogy senkit nem veszel komolyan, egyedül Istent. A legelső, akit nem kellene komolyan venned, mert a legnagyobb csaló, akit valaha is ismertél, saját magad vagy.